Üdv a mosókonyhámban! Sziasztok, Csáta Szana vagyok, a Kívülbelül Boldogság alapítója, és ma a mosókonyha átalakításról lesz szó. Mivel újépítésű lakásba költöztünk, így hihetetlen praktikus volt az ember, aki megtervezte ezeket a lakásokat. Ja nem, mert egy köpetnyi konyhát tervezett, hogyha még nem láttátok volna, akkor majdnem, hogy megdupláztuk a konyha méretet, mert úgy nem fértünk volna el, és az az okos ember, vagy csapat, két fürdőszobát és egy WC-t tervezett ebbe a lakásba, teljesen feleslegesen. Szóval, mivel nem volt szükségünk egy kádas fürdőszobára, és szerettem volna egy mosókonyhát, ezért az egyik fürdőszoba mosókonyha lett. Amikor már megtaláltuk ezt a lakást, akkor nem volt opció, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk máshogy. Nem, tehát amikor már megtaláltuk, akkor már szinte minden kész volt, és benn volt a kád, benn volt a csap, úgyhogy ha hozzá akartunk nyúlni, akkor tényleg hozzá kellett nyúlni. Volt olyan gondolat, hogy jaj, hát ha valamikor szükségünk lesz arra a kádra, csak emeljük rá, és építsük köré a bútort, mondtam, hogy nem. Tehát nincsen az az élet, helyzet, amikor nekem kádra lesz szükségem, úgyhogy az első és a legfontosabb dolog volt az, hogy miután megkaptuk a kulcsokat, szétvertük ezt a helységet is. Hogyha nem láttatok a többi szétverős videót, akkor berakjuk a linket alulra a felújítás a sorozathoz. Lényeg a lényeg, eltűnt innen a csap, eltűnt innen a kád. Egy hatalmas meló volt, és ami a legérdekesebb volt, hogy a szakemberek kispórolták a járólapot, úgyhogy csak egy bizonyos mennyiségig burkolták le, utána pedig nem volt leburkolva, így még szerencse, hogy tudtunk venni ugyanilyen járólapot, ugye ugyanez van a fürdőszobába, és itt az összes eredeti fürdőszobában ugye ez a járólap van, úgyhogy szerencsére még tudtunk venni. Viktor és csapata segített nekünk szétverni, és utána újra burkolni a fürdőszobát, és nagyon-nagyon sok gondolkodás volt, hogy hogyan tudjuk kimaxolni. Én semmiképpen nem szerettem volna, hogy a mosógép és a szárítógép egymáson legyen, mivel szerettem volna egy nagy pultot, ahol ideális esetben tudok hajtogatni, vagy pedig bármi egyebet csinálni, és nem gondoltam, hogy az nekem praktikus lenne, hogyha egymáson egy toronyban lenne a mosógép és a szárítógép. Amúgy is ez egy nagyon-nagyon pici helyiség ahhoz, hogy még inkább tornyokat alkossunk, úgyhogy legalább itt van egy kis tér. Szóval az volt adott, hogy a mosógép és a szárítógép egymás mellett van, és az volt adott, hogy a szennyes az minél közelebb lehessen a nyitott ajtóhoz, mert úgy gondoltam, hogy lusták leszünk, egy méterrel is tovább menni a szennyeshez, és igazam volt, sokszor még itt a földön landol, de ezen még gyakorolunk egy kicsit. Lényeg a lényeg, pakolgattuk jobbra-balra, tényleg Pesti Gabó lakberendezővel, az asztalos és a férjemmel is, anyukámmal is, tehát egy csapat dolgozott azon, hogy ez minél praktikusabb legyen. Lényeg a lényeg, hogy megalkottuk a terveket, és ebben a tervben a megoldás pedig a következő. Rögtön, amikor bejössz a mosókonyhába, akkor kézre áll két fiók, amit még egyelőre nem használunk a színek szerinti szétszedésre, mikor bedobjuk a szennyesbe a dolgainkat, de hosszú távon remélhetőleg ez megváltozik. Fölötte vannak a nyitott polcok, és szeretem volna ezt praktikusan rendszerezni. Rögtön felette vannak a takarítórongyok, takarítóeszközök, és természetesen a mosózsák, amit minden egyes mosásnál használok. Különböző dolgokra a legkedvesebb, amire használom, az például a melltartó, vagy pedig olyan egyéb, mondjuk úgy, hogy érzékeny dolgok, amikre fontos, hogy vigyázzunk. Mikor már minden elkészült, akkor a férjem közölte, hogy a barkács cuccaimat hova fogom rakni? Úgyhogy újra kellett rendszereznem az egész mosókonyhát, mert teljesen jogosan nem terveztem be a barkács dolgokat, úgyhogy most hagytam itt egy polcot, és ez a férjem dolga lesz, hogy ide hordja mindazt, amit ő itt szeretne tárolni, és utána majd rendszerezem a férjem barkács polcát is.
Fölötte vannak azok a kisebb-nagyobb kozmetikai és egyéb dolgok, amik az extrákat alkotják, tehát extra sampon, extra tusfürdő, extra papírzsebkendő, extra Simple Human kukázsák, mivel nálunk ugye elég nagyok a kukáink, és nem találtam olyan normális kukázsákot, amiben minden egyes sarok bent lett volna, úgyhogy a Simple Human kukázsák ennek a fajtája kifejezetten alkalmas erre, és most már ugye a webáruházban is lehet vásárolni tőlünk Simple Human kukázsákokat pont emiatt. Aztán még kézre áll, de egy kicsit magasabban vannak a napi aktualitásos vegyszerek, öblítő és tisztítószerek, amiket egy 41 centi átmérőjű Lazy Susan-en tárolok, pont azért, mert nagyon mély és nagyon tágas ez a lyuk polc, úgyhogy könnyen elérhető lesz, és egyszerűen csak meg lehet fordítani, meg lehet pörgetni, és mindegyik vegyszert elérem. Még ami nagyon fontos volt számomra, hogy legyen egy olyan, mondjuk úgy, hogy lyuk, amibe be tudom állítani, a falra fel tudom furatni, akár a porssal, akár az asztalossal, hogy ott legyen a porszívó, ott legyenek a különböző tisztítószerek, a nyelek, a seprűk, a felmosónak a nyele és az egyéb mindennek a feje, nyele és minden. Szerintem egy 2-3 hónapig hisztisztem a férjemnek, hogy én Dyson porszívót szeretnék, mire végül sikerült meggyőznöm, és megajándékozhattam magamat egy Dyson porszívóval, amit azóta is imádok, úgyhogy ha szeretnétek egy videót arról, hogy mik a különböző alkatrészek, akkor írjátok meg, és csinálok nektek egy ilyen én mire használom a különböző fejeket, és mire valók, hiszen nagyon sok ügyfélnél látom, hogy csak egyet, vagy maximum kettőt használnak, és azt is nem a legmegfelelőbb fejjel teszik, úgyhogy még nekem is van tanulnivaló a Dyson porszívó használatával kapcsolatban. És természetesen hosszú távon az a cél, hogy ezek a fejek felkerüljenek a falra is. Most jelen pillanatban egy gagyizsákban vannak, amikben megkaptam ezeket a fejeket, de még nem találtam meg a megfelelő módszert és kiegészítőt, hogy hogyan tudom ezeket még felrakni a falra, úgyhogy ez még várat magára, de ez egy hosszabb terv. Aztán, hogyha a pultban gondolkodunk, akkor azt is fontosnak találtam, hogy vannak olyan ruhák, amiket akasztok, és nem feltétlenül tudunk berakni a szárítógépbe, bár az az egyik kedvenc új találmányom most ebben a háztartásban, természetesen a Dyson mellett, ami az új háztartási tagunk. Itt van egy rúd, és rajta lógnak a különböző kis ruháim, amiket nem rakok be a szárítóba, és így könnyedén megszáradnak. Tehát helye van annak, hogy száradjanak a ruhák, amit nagyon-nagyon fontosnak találtam, és ezért beáldoztam még akár pakoló felületet is, csak hogy legyen egy hely, ahol száradhatnak a ruhák. Amit még nagyon fontosnak találtam a mosókonyhában, hogy legyen egy mosogató tálca, amit én csak egy ilyen csizmaáztató, takarító tálcának hívok, és meglehetősen nehéz volt találni egy esztétikus mosogató tálcát, ami nagy és mély, és benne tudom áztatni a cuccokat. Szóval az legalább 4-5 helyre el kellett mennünk online, egy csomó időt eltöltöttünk a férjemmel, mire megtaláltuk ezt, és ez is egy sokkal drágább volt, mint amit, megmondom őszintén, ez a hely érdemelne, ez a mosókonyha, de végül megtaláltuk. Már a végén csak az volt, hogy legyen mély és legyen nagy, nem érdekel, hogy milyen, de végén egy esztétikus és szép tálcát kaptunk, úgyhogy ennek örülök. És a csapnál is fontos volt az, hogy minél nagyobb legyen, minél jobban legyen mozgatható, mert akkor le tudjuk áztatni, és le tudjuk mosni ezeket az extra dolgokat, úgyhogy ez csak a csizma tálca, mosogató tálca. Fölé pedig ilyen dekoratív polcokat helyeztettem el, még nem feltétlenül tudom, hogy mire tudnám leginkább használni, ugye ezekben a nagy amerikai mosókonyhákban ilyen kiöntik akár a Lenor gyöngyöket, vagy a folyékony mosószert, és ilyen limonád és kis tárolóba kiöntik, de nekem ugye olyan már alapvetően
a mosógépem, hogy adagolja a mosószert, tehát számomra ezek felesleges dolgok, és nem feltétlenül érem el annyira könnyen, és nem feltétlenül praktikus, hogy onnan szedjem le kapásból ezeket a dolgokat, plusz ugye most kiszedtük az ajtót, tehát itt egy ajtó van amúgy, csak hogy a videózás miatt leszedtem az ajtómat. Úgyhogy ott van az a két dekoratív polc, ami még várja a dekorációkat. És itt a képzeletbeli ajtó mögött pedig van a szárító, van a fellépő és van a vasaló, amit nagyon fontosnak találtam, hogy annak is legyen hely. Hiszen amikor tervezzük ezeket a helységeket, akkor mint én a barkács polcot, nagyon sokszor a porszívónak, vagy a vasalónak, vagy az egyéb ilyen nagyobb eszközöknek nem nagyon tervezzük be, hogy hol fogjuk őket tárolni. Így fontos volt számomra, hogy ugyan nem használom ezeket gyakran, tehát ahhoz, hogy azt ki tudjam szedni, be kell csukni az ajtót, és úgy tudom csak kiszedni, de előfordul ez a háztartásba, és szükségem volt egy lyukra, ahova ezeket be tudjam rakni, úgyhogy ez lett a lyuk, amiben besúvasztjuk ezeket a dolgokat, így mindennek van hely. Jelen pillanatban a csap alatt van egy káoszos szekrény, ahova a felújításos egyéb random maradványokat súvasztottam be, csak hogy ne legyenek szem előtt, mert ugye inkább ide raktuk erre a kacatmágnes gócpontra, hogyha fogalmazhatok így ezeket a dolgokat, és ez nem feltétlenül a legjobb megoldás, úgyhogy jelen pillanatban csak ott vannak a csap alatt, és várják, hogy használatba kerüljenek, vagy pedig, hogy már ne legyen rá szükségünk, és kidobhassam őket. Igazából ez a kettő célja ennek a hatalmas tátongójuknak. És itt még a mosógép mellett pedig van a férjemnek a SUP készlete, mert most már SUP vagy SUP családosok vagyunk, úgyhogy oda besúvasztottam a férjemnek a sukját, szapját, vagy ki minek hívja, de igen, ez egy gyakori hiba volt tervezés szempontjából, hogy ugye Pesti Gabóval terveztük meg, anyukámmal beszéltem még, egy csomó mindenkivel beszéltem, és akkor megcsináltuk, felporcióztuk minden, és akkor így de hova fog kerülni a SUP? Nem kéne egy barkácspolcot nekem, szívem? Szóval, hogyha ti is terveztek lakást, mosókonyhát, házat, akkor vegyétek át azokat a dolgokat is, amiket a férjetek szokott csinálni, ne kerüljetek olyan kellemetlen helyzetbe, mint én, aki kihagyta ezeket a fontos dolgokat. Úgyhogy összességében ez a mosókonyhánk, még ott fölül is vannak ilyen random polcok, amit egyelőre csak besúvasztottam egy csomó mindent, majd remélhetőleg szépen el lesznek azok is rendezve, de jelen pillanatban csak fölraktam őket, hogy valahova kerüljenek. Úgyhogy összességében ez lett a mosókonyhánk, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy nektek tetszik, nekem nagyon, de leginkább. Leginkább ezt tetszik a legjobban. És bocsánat, mosógép és szárítógép, azokért is nagyon sokat nyúztam a férjemet, úgyhogy... Tadá! Úgyhogy ezek a kis három dolog az én kedvencem ebben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!